Picike technikai hiba történt, de az anyagot megpróbáljuk újra leadni önöknek egy kicsit későbbi időpontban. Görögországban már halálos áldozata is van az erdőtüzeknek, amelyek több mint fél száz helyen csaptak fel, a kormány szándékos gyújtogatásokra gyanakszik. Kaliforniában pedig egy autópályát ért el a bozott tűz, több tucat jármű teljesen megsemmisült a lángokba. Tucatjával kaptak lángra a gépkocsik a Dél-Kaliforniát Las Vegas-szal összekötő autópályán. A légi felvételeken jól látszik, hogy a személyautók és kamionok óriási lánggal égtek, és sűrű fekete füst terjedt. Lángra kapott két tréler is, az egyik vadonatúj gépkocsikat szállított. A tűzoltók a földről és légi úton is próbálták oltani a lángokat, személyi sérülés nem történt. A károk viszont óriásiak. 20 jármű teljesen megsemmisült, 10-ben súlyos károk keletkeztek. A hatóságok szerencsére idejében leállították a forgalmat, így a sofőrök még el tudtak menekülni. Többen a közelből figyelték a katasztrófa lefolyását. Lefelé tartottunk, amikor a tűz kitört. Megállították a forgalmat, mi pedig kiszálltunk, aztán már szaladnunk kellett, mondta egy texasi férfi. A bozott tűz péntek délután kezdődött az aszály sújtott a területen. Már csak nem másfél ezer hektáron ég a növényzet. A lángok több települést is veszélyeztetnek. Drámai a helyzet Görögországban is, ahol már halálos áldozata is van az erdőtüzeknek. Egy idős férfi füstmérgezésben vesztette életét. Aténtól a Peloponnészosz déli részéig több mint fél száz helyen csaptak fel a lángok, amelyek lakott területeket is veszélyeztetnek. A rekkenő hőség és az erős szél miatt nehéz az oltás, pedig a tűzoltók munkáját önkéntesek segítik. A hatóságok nem zárták ki, hogy több helyen szándékos gyújtogatások történtek. Két méhészt őrizetbe vettek, ők állítólag véletlenül okoztak tüzet.